Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Kornél, Baligai Kornél, Baligai építész, Baliga Kornél építész, régi barátom. Hirtelen a nevét se tudom kimondani. Kornél, tegeződni fogunk, mondd el a nézőknek, hogy mi minden csináltál már, és a, a legkiemelkedőbbet, és milyen kitüntetéseid vannak. Én azt hittem, hogy már kosuddias vagy, de úgy látszik a díjkiosztok még nem tudják, hogy már rég meg kellett volna kapjad. Igen, hát lehet, hogy tévedtek egy kicsit. Én talajdonképpen belső építész-építész vagyok, és hát olyan 45 éve a pályán, a 80-as évek jellemző és kiemelkedő munkája volt a Pécsi Palatinus szálloda. A 90-es években, mert ugye a rumbakot majd többször kell említeni, tehát most éppen átugrom, volt egy másik zsinagóga, a Kőbányai zsinagóga, aminek az áttervezését csináltam, aztán az Osszák Nagykövetség, Várkert, Kioszk, Gundelétterem, na, Zala bíróság, aztán a körhinta, amiért Európa díjat is kaptunk, és aztán utána jött a Sándor Palota belső terei, tíz év fertődön, a, a kastély, így van a Gödöllői kastély követte, és hát a 90-es... Én úgy is hívlak, hogy a kastélyos kornél a kastély. 2010-es évek pedig viszonylag kevés kastély, vagy van még benne, igen, egy a Zebegényi Dőri kastély, és a, a 2010-es években pedig hát Eiffel Palace, Bazár, aztán azt követően a Lovarda, ami most épül, a főőrség, Nézőink ismernek téged és már építé... a szívi, most per, Igen. É, Nézőink ismernek téged már az építés sorozatból, ami itt megy nálunk, és akkor most itt van a, a Rumba utcai zsinagóga homlokzata. Mikor kezdtél el a Rumba utcai zsinagógával foglalkozni? Hát durván 30 éve. Akkor 30, éve, 30 éve ment rá erre, erre az épületre. 1989-ben sikerült először belépnem ebbe az épületbe, és félelmetes látvány volt. Tulajdonképpen, ha ezek a képek itt át, a mögött folyamatosan mennek, akkor az első képek mutatták, hogy milyen állapotban volt, beszakadt mennyezettel, beázva, galamb, döglött galambokkal, szanaszét szórt bútorokkal, szóval az egész, ami egészen katasztrofális, ugyanakkor mégis fantasztikus élmény volt. Ez a látvány, amit itt most látunk, ez hasonlított leginkább arra, amit az ember Petrában lát, amikor a kanyonon végig megy, és akkor ott a kincses ház az úgy fényben úszik. Tehát a tóra szekrény és környéke a beszakadt mennyezet miatt a sötét templom tér mögött fényben úszott. Tehát ez, hogy mondjam, visszahozhatatlan élmény, bár nem akarjuk visszahozni, mert azért ez egy réves dolog volt. Ezt az épületet amúgy Otto Wagner, a nagy osztály, sőt világhírű építész tervezte, és ez az első jelentős munkája, 27 éves korában tervezte. Akkor neki vásztál az megszakítom a monológodat, mert több egyetemi előadást tudnál tartani ebből. Úgyhogy én arra vagyok kíváncsi, <kül> hogy például az Otto Wagneri alaprajzok. Megvannak-e és segítségedre voltak-e? Hát az alaprajzok megvannak, de azoktól eltérően épült meg a, a, a zsinagóga, bár ez a nyolcszögű szentélybővítményes tér, ez eleve is, tehát hogy mondjam, ez nem változott, hanem egy traktus kihagytak belőle, úgyhogy gyakorlatilag a fejépület egy, egy, traktussal rövidebbre épült. Ez milyen stílusban van? Most stílusban. Akkoriban a e, zsinagókákat úgy gondolták, hogy miután e, keleti indítatása valahol, melyik nem az, e, a, hát a stílus, most stílus, stílus illik leginkább hozzá, mert a, e, mondjuk az evangélikusok mindig klasszicista stílusban építettek. Tehát így kiosztották a szerepeket. A Tóra körüli tért látjuk a fejed mögött, illetve hát, az ez a én fejem mögött igen. is. Mennyibe volt szabad kezed? Hát 30 évvel ezelőtt eléggé, hogy mondjam, kötött volt a dolog, mert akkor a Szalba régia építőipari vállalat egy ilyen kultúréprietté akarta csinálni. Szó szerint csinálni, tehát gyakorlatilag megfosztotta a az, épületet azoktól a fontos elemeitől, amit például most látunk a bimát, ennek a bimának a rekonstrukciós rajzát, vagy pedig az előbb látott tóra szekrényt. Amit a bimával nagyon sokat foglalkoztál, és egy különleges Nem, főként a a, 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 tóra szekrényel foglalkoztam sokat, de a bimára is majd rátérünk pillanatokon belül. A tóra szekrényt lebontották, és én egy évig bírtam megakadályozni ezt a bontást, de utána arra köteleztek, hogy mérjen fel. És közben, hát felmérési tervet készítettem róla, és az Alba Régia közben szerencsésen tönkrement. Úgyhogy így megmentette így, a zsinagokat a, a jövőnek. Megmenekült, de hát óra már nem volt, viszont a rajzai nálam voltak és durván 12 évvel ezelőtt, amikor visszakerült a hitközséghez, akkor kiírt egy pályázatot, amit König Tamás és hát Wagner Péter nyertek meg, vagyis a König és Wagner építésziroda, és hát engem bevettek már a pályázatba is, de aztán a belső építésznek. Egyszerűen azért nálam voltak a tervek. Tehát nagyon... De nem csak a papíron, hanem a fejedbe is. Igen, annyit hát... foglalkoztál ezzel, hogy többen már azt állítják, hogy te vagy a, a díz építész. Hát tulajdonképpen ez megtisztelő volna. Mi történik a BAMÁval? A BIMÁval azt történik, de ez viszont nem az én ötletem, hanem König tamásét akik ugye Péter, Wagner Péter együtt színház tervezők is, hogy egész egyszerűen, mert most sem száz százalék, hogy csak hitélet fog folyni az épületben. Több küldetése is van, van az több funkciója. És azért, hogyha koncert van, vagy valami előadás, akkor ez a bima egy szembesüljed a padlóba, lámpásul minden estő, tehát egy hatalmas gödör van alatta, pontosabban ne, nem gödör, hanem egy, egy akna, amire mindenféle szuper De ha megnézzük, például a Dohány utcai zsinagógának a bamáját, Be az, az, is, összeállítható, egy komoly faszerkezet, ami szószéké, tóraolvasó, hát nem És a világon minden. Ott alakulhat. Voltam, talán még a, a tervezési időszakában, hogy megnézegessem. Egyszer nem, nem érek rá sorba a turistákkal. Heti TV elintézi, hogy soron kívül jó, Köszönöm szépen. Főleg most, hogy egy zsinagógának az alkotói újjáépítői között vagy. Mit jelentett ez neked, mint nem zsidó embernek egy, egy ilyen építményen dolgozni? Hát hogy is mondjam? Habsburg 30, vagy vagyis mégis Habsburg palotákat. 30, állítottál 30, el. 30 31 néhány éves voltak, sok néhány éves, tehát majdnem 40. De az szóval a lényeg az, hogy az építészek legalábbis akkoriban 35 év alatt labdába sarukhattak, és ez volt az a épület, amit elsőként megkaptam, őt csillagos műemléket. És, és, hát egy Otto Wagner épületet helyrehozni az olyan, mint hogyha Oscar díjat, vagy Oscar jelölték volna az embert, tehát hihetetlen öröm volt és, és megtiszteltetés, és hát természetesen belevetettem magam a, a munkába, a stíluskeresésbe, hiszen nagyon sok minden hiányzott belőle, <coughs> muszáj volt kiegészíteni, de amit, amit lehetett, és ez mondjuk a 98 azt hogy sikerült megmenteni. Ezt kiegészíteni? A mintákból megrendelted a hiányzó részeket? Hát nem, én nem rendeltem semmit, Hanem a... voltak kivitelezők. Hát így ez még az eredeti állapotot mutatja ez a kép, ugye. A nagy változás az, hogy a női karzaton a felde lelátószerű üléseket megszüntették, már akkor a 90-es években, és így menyezetes lett vagyis hogy sikpadlós lett, és a kiegészítés hozzá kellett tervezni. Hát ez ma, meg kell mondjam, hogy senki nem veszi észre, hogy ott valaha följe volt például az ajtó, hogy egy ilyen stadionszerű lelátó volt a, a hátsó traktusban. De most már nem stadionszerű. Na, most nem, most van ott egy híd, ami az egyik képen látszódik is, ami a templom téren átvezet, de egyébként a fejépület, ami múzeum és kiállítóhely lesz, annak is része, és onnan gyönyörű kilátás van a temban. Ott Otto térben. Wagner idején épült zsinagógákba, <laughs> majdnem mindegyikben van orgona, és vajon ebbe a zsinagógában van-e orgona? Hát ebben nincsen, és pontosan ezért épült ez a zsinagóga, mert a a Zsinagógát, amit Ferszel tervezett, egyébként utolsó előtti, vagy utolsó munkája volt, <laughs> Éppen, hogy az orgona miatt tört ki a balhé, és szakadt le a neologoknak egy ortodoxabb szárnya, ha szabad ezt így fogalmazni, és a hagyományos elrendezésű zsinagógát, ahol középpen van a bívma és nincs orgona, mert azt mondták, hogy a Dolánuszai templom néz ki, mint egy katolikus templom. Tehát gyakorlatilag. A mai ultraotorozók azt mondják, hogy úgy néz ki, mint egy operett színház, és ezzel senki Ez nem sokkal akar rosszabb. Megféteni. A katolikus tábor az, azért az, operett, az egy könnyű műfaj. Értem. Kik tervezték a világító testeket, a csillárokat, ezek, ezek, is az eredeti, eredeti minden. Tehát a maguk a csillárok, azok rekonstrukciók, mert fotó, illetve töredékek maradtak belőle, és most készült. Kinek hát, sikerült ezt ilyen nem szépen való, nem megcsinálni? Tudom. Nem tudom. Sokan dolgoztak rajta, tehát most nem tudnék neveket mondani. Egy biztos, hogy a, a, nem a reklám helye, de a laki cég volt az, aki a felújítást csinálta, és szerintem hát hozzájuk képes is nagyon jól megcsinálták, amivel nem feltétlenül dicsértem, de a például, ami eredeti, ezek a, a bimának, ezek a kandeláberei, ezek Kornél, meg egy maradni. ilyen munka után mi az, ami még földob, mert már biztos dolgozol egy következő. Hát most a Tehát pénzünnyi... az ember egyszer kap egy oscár díjat, akkor utána pénzünnyi kaphat még. Pénzügyminisztériumnak a rekonstrukcióján dolgozom. Most éppen fölém tornyosulnak a feladatok. Magyarán tornyot kell terveznem hozzá. A pénzügyminisztériumnak, ahol a tér már készen van? Hát ez nem az a pénzügyminisztérium. Még pénzügyminisztérium. Ez fenn a várban a Szent Háromság téren. Amúgy, hogy mind dolgozom, még a zsinagógára visszakacsintva. Van még nekik. egy percünk összesen? Igen. Én hát az alatt pont elmondom, hogy elvitték innen a gyönyörű szószéket, valahol hever kőbányán, amit én megbocsáthatatlannak tartok. Azt ide vissza kell hozni, ha másképp nem hát kiállítási tájnak, mint Otto Wagner remekének az egyik darabját. Kedves nézőim, még egy nem Kossuth díjas építésszel beszélgettem, akinek szerintem már semmi nem hiányzik ahhez, csak egy döntés kell és át kell adni. Mi minden esetre ajánljuk, hisz Otto Wagner munkáját is sikerült restaurálni. Baliga Kornél építész volt stúdiónk vendége, most nem rontottam el a nevedet, mert a papírra odafigyeltem, hát de hogyha az ember valakit 40 éve ismer úgy, hogy Kornél, te tudod, hogy mi az én családnevem, nem. Volt stúdiónk vendége, a megnyitón azért még mikrofon elé várunk, menjenek el önök is ebbe a zsinagógába, vagy imádkozni, vagy valami kulturális eseményre, Budapest legújabb gyöngyszeme, régi, a legújabb gyöngyszeme. Köszönöm, hogy ma is minket választottak ezzel a beszélgetéssel. Reggeli politikai magazin műsorunk véget ért velem legközelebb, majd a pirkadat extraban találkoznak, ami a híradó után hamarosan jön, hisz a pontos idő mindjárt 9 óra, amikor jön még az időjárástól független híradónk is. Lesz van még szabad egyetem, 7 órás vendég, amit akarnak, minden további jó tévézést tartsanak velünk.